Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Mintegy 2000 szűrés, közel 200 orvosi rendelésre küldött páciens, tanácsadások, családi programok. Többek között ezt nyújtotta a Richter Egészségváros azoknak, akik Nyíregyházán ellátogattak a rendezvényre. Emellett több mint 19 millió forint adományt gyűjtöttek össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház javára. Erre a napra Richter Egészségvárossá változott Nyíregyháza belvárosa. Picit menjünk vissza, mikor indult ez a program? 2009-ben indítottuk útjára, több mint 15 évvel ezelőtt, és ma már a 106. helyszínen vagyunk. Mi a tapasztalat az elmúlt időszakban, mennyire lett ez közismert, és mennyire népszerű a városlakó körében? Én úgy gondolom, hogy ez egy ismert, közismert és elismert rendezvény lett, amely talán az is mutat, hogy minden évben 6-7 helyszínre tudunk ellátogatni, és a városok és az intézmények jelentkeznek, hogy látogassunk el ide, tehát igény megvan erre a fajta rendezvényre. Le lehet mérni, vagy le lehetett mérni, hogy az elmúlt 15 évben mennyire lettek egészségtudatosabbak az emberek? Több mint 200 ezer szűrést hajtottunk végre ezek alatt a rendezvények alatt, és voltak olyan visszaméréseink, ahol néztük azt, hogy az aznap kiszűrt páciensek, nagyjából 200 olyan eset van naponta, akiknek orvoshoz kell fordulniuk, valóban elmentek-e orvoshoz, és utána a megfelelő betegúton végigmentek-e, és azt tudjuk mondani, hogy szerencsére az első alkalommal mindenképp ott voltak, és utána megfelelő kezeléshez is jutottak, hogyha volt erre szükség. Nagyon sok tanácsadás, nagyon sok szűrés van. Ha lehet ilyet kérdezi, melyek a slágerek, melyek a legnépszerűbbek? A sátraknál ott állnak a sorok bizony, és több előszűrés és szűrés is van. Például koleszterin szétmérés, vérnyomásmérés, itt mindig állnak a sorok, vagy a prostatával kapcsolatos vérvizsgálat, ahol szintén a férfiak sorba állnak. Ezek mind nagy népszerűségnek örvendenek. Ugye ezzel a rengeteg tanácsadással, szűrése nagyon sok mindent ad egy-egy városnak, a Richter miért tartották fontosnak az, hogy ezen felül még anyagilag is támogassanak egy-egy kórházat? Igen, ugye a mottónk mondja, hogy egészség ezreknek, milliók a kórháznak, kettős célt valósítunk meg ezzel. Egyrészt mindenkinek az egészségéért a nap folyamán lehetősége van lépéseket megtenni, szűrésen, egészségnevelésen való részvételben. Másik oldalról az egészségügyi intézménynek adunk egy alapadományt, ami 3,5 millió forint, és minden egyes aktivitással 500 forinttal növeljük ezt az adományt. Ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy az egészségügy az jobban tudjon működni. Mennyire fontos a prevenció? Kórház főigazgatóként gyakran beszélek arról, hogy bár meglepő lehet, de a kórház számára nekünk nagyon fontos az, hogy a lakosságnak az jó egészségben eltöltött, betegségmentes életszakasza minél hosszabb legyen. A prevenció az gyakorlatilag ennek az eszköze, ezért a kórházunk is, mint a legtöbb kórház a mai világban, komoly hangsúlyt fektet arra, hogy prevenciós rendezvényeket támogasson. Nekünk egyébként van 6 darab EFI irodánk, ez az Egészségfejlesztési Iroda elnevezést rövidíti, 2018 óta mind az 5, illetve 6 telephelyünkön, ahol gyakorlatilag ezeknek a kollégáknak az a feladata, hogy rendszeresen szervezzen egészségmegelőzés, vagyis egészségmegőrzés és betegségmegelőzéssel kapcsolatos programokat. Mi a tapasztalat egyébként? Egészségtudatosabban élnek az emberek, mint 10-20 vagy 30 évvel ezelőtt? Azok a mutatók, amiket most képeznek és követnek a kollégák ebben a vonatkozásban, értem ez alatt a születéskor várható élettartam, illetve a születéskor várható egészségben eltöltött évek száma. Ezek a mutatók, ezek folyamatosan javulnak egyébként. Valószínű akkor a 30-40 évvel ezelőtt, ha csináltak volna ilyet, akkor ahhoz képest megérdemben. Azért mi ebben a vármegyében nem lehetünk megelégedettek, és nekünk itt borzasztóan sok tennivalunk van a várossal, a megye önkormányzataival közösen. Azért, mert ez a megye, ez gyakorlatilag az országos átlaghoz képest egy kicsit rosszabb helyzetben van ezen mutatók szempontjából. Azt szokták mondani, hogy mindig a Schuster cipője a lyukas. Az orvosok, a kórházi dolgozók jó példát mutatnak ezen a területen? Igen, ez jó kérdés. Én azt gondolom, hogy egyre inkább mi a saját dolgozóink számára is rendezünk ilyen típusú egészségmegőrző programokat, mozgásprogramokat. Nem tudunk eleget szervezni, annyira népszerű ez a kollégák között. Nyilvánvaló, hogy ugye a Covidot követő kicsit
kiégésekkel is tarkított időszakot követően kifejezett igény is mutatkozott erre, de azt látom itt körbenézve a sátrak között, hogy nagyon sok kolléga gyerekekkel van itt, barátokkal van itt, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egészségügyben dolgozó kollégák között az egészség megőrzés, az egészség tudatos életmódnak a fontossága úgymond átment, és nyilvánvalóan tanuljuk azt, hogy ezt valóban olyan módon és azzal a természetességgel éljük meg mindennapjainkban, ahogy ez szükséges ahhoz, hogy minél hosszabb időszakot éljünk egészségben. Ez a nap a szűrések, tanácsadások mellett a jótékonyságról is szól. A Richter felajánlott egy összeget, amihez lehet gyűjteni, mire fordítják majd a befolyt összeget. Ugye most már nincs olyan meleg, október 5-e van, de mindannyian emlékszünk még a nyárnak a meleg napjaira. Ugye a klímaváltozás hatását egyre intenzívebben éljük meg otthonainkban, és így a kórházainkban is. Azok a légtechnikai berendezések, amik 20 évvel ezelőtti klímaviszonyokhoz készültek, nem képesek mindig megbirkózni ezzel a meleggel. Árnyékolás technikai berendezésekre szeretnénk fordítani az itt összegyűrő összeget, azért leginkább, hogy a kórtermeinknek a klimatizáltságát tudjuk biztosítani, különösen azokon a területeken, ahol a leginkább teljes ápolást igénylő betegeink fekszenek. Mennyire tartja fontosnak a város, hogy csatlakozzon ez a programhoz? Ez a program jól illeszkedik Nyíregyháza irányvonalába, hiszen a sport az alapja mindennek, és egyre több szűrőprogramot kapcsolunk hozzá, elég csak a tavalyi novemberi Fit Város programra. 21 szűrési lehetőséget biztosítottunk, hogy áprilisban volt az egészséghét, amikor egy hétig rengeteg szűrés volt, és minden, főleg az időseknek szóló sport és egyéb programokhoz mindig hozzákapcsoljuk a szűrést, tehát ez Nyíregyháza város részéről nem egy kampány jellegű dolog, hogy most kapcsolódjunk hozzá, hanem tulajdonképpen egy jól kiolvasható trend, és van már a következő ötlet, amin dolgozunk, de most az nem erre a napra való, úgyhogy mindenképpen össze akarjuk kapcsolni a sportot, az egészséges életmódot és a szűréseket, hogy mind tényleg valóban minél kevesebben jussunk be a kórházba, és ne ott töltsük az időt, ne foglaljuk a kapacitást. Ez a mai nap tanácsadásról, szűrésekről, a prevencióról szól. Korábbi élsportolóként, gyakorló anyaként mennyire tartja fontosnak ezt a területet? Nagyon örülök, hogy most a városunkba látogatott el a Richter Egészségnap. Ez azt jelenti, hogy tényleg felhívjuk a figyelmet arra, hogy minél több évet legyünk egészségesek, és a szűrés programokkal, vagy a felvilágosító programokkal tényleg meg tudjuk azt adni, úgymond a kilátogató embereknek, hogy miben tud az egészségügy segíteni. Ugye ez egy olyan program, amiben minden egyes szűrőprogram megjelenik, és nem csak a szűrések, hanem a mozgásgazdag életmódra is a népszerűsítés megjelenik, ami szintén nagyon fontos, hiszen eszközök lehetnek a kezünkbe, de nem sok arra, hogy az egészségünket meg tudjuk őrizni. Az a szűrőprogramok, a mozgásgazdag életmód és az egészséges étkezés. Itt mindenről hallhatunk, szakemberekkel vagyunk körülvéve. A rendezvényen mintegy 2000 szűrést végeztek el. Közel 200 személynél találtak olyan problémát, ami miatt orvoshoz küldték őket. Egy-egy szűrés, tanácsadás vagy meghallgatott előadás 500 adománypontot ért. Így a Richter által felajánlott 3,5 millió forint 19.136.500 forintra egészült ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 229 településéből 51 helyen kezdte meg működését új polgármester 2024. október 1-ével. A vármegye házának közgyűlés elnöke és a vármegyei főispán ünnepélyes keretek között köszönte meg a távozó polgármesterek munkáját, köztük Gömze Sándorét, aki egy év hiány egymás után 4 önkormányzati ciklust vitt végig Tiszalökön. Gömze Sándort az elmúlt évek sikereiről és a településre váró további kihívásokról kérdeztük. Az önkormányzati tevékenységem az 2002-ben kezdődött, és 4 évig képviselőként, bizottsági elnökként, majd 2006-tól 1 éven keresztül alpolgármesterként, majd a második ciklusát megkezdő akkori polgármester 1 év után lemondott, és időközi választáson 2007-ben választottak engem polgármesternek, és gyakorlatilag egy év hiány így 4 önkormányzati ciklust csináltam végig. És mi volt a vízióm? Igazából nehéz időket éltünk. Ha felidézzük a 2007-8-as
nagy politikai eseményeket, hát akkor pont a leszállóágban volt a magyar gazdaság, de szerintem Európa és a világ is nehéz időket élt, így az önkormányzatok is, és felidézem magamban, 2007-ről beszélünk, 39 millió ki nem fizetett számlával vettem át az önkormányzatot. Nyilvánvaló, hogy ez a külső tényezők is okozták ezt a helyzetet, hát nem volt egy leányálom, és következetes, kitartó és nagyon úgymond nadrágszíjas módszerrel túléltük. Ez 2014-ig zajlott. Tehát kemény 6 év, nagyon nehéz volt. Az volt a legnehezebb. A kezdet 2008-tól 14-ig. Nagyon sok álmatlan éjszakám volt, de szerintem az intézményvezetőknek is, képviselőtársaimnak is, hiszen mindig ott lebegett felettünk, hogy mikor kapcsolják ki a gázt, mikor kapcsolják ki a villanyt óvodában, vagy idős otthonban. És így zajlott 6 év. De túléltük, különböző technikákat alkalmazva, döntéseket meghozva, túléltük ezt az időszakot, amire nagyon büszke vagyok, hogy ezekben a nehéz időkben sem bocsájtottunk el senkit. És akkor áttérek a vízióra. 3 alappillére gondoltam én akkor, amikor elindultam, és elnyerte a tetszését a tiszelőkieknek. Az első és legfontosabb, hogy ennek a kisvárosnak az intézményrendszerét, egy komoly intézményrendszere van, ezeket biztonsággal működtetni. Akikről gondoskodunk, azokról tudjunk gondoskodni. Itt idősekre értem, kicsi gyerekekre, nagyobbokra, ugyanis akkor még ugye az általános iskola is a mi fenntartásunkban működött, sőt az akkori Teleki Blanka gimnázium is, ő is nehéz időket élt meg, és hát természetesen az óvoda is. Mindenkinek tudjunk munkát adni, ne bocsájtsunk el senkit. És innentől következik az építkezés, hogy hogyan tovább, mitől lehetünk többek. És az egyik az volt, hogy óvjuk meg a helyi vállalkozókat, ahogy tudjuk, segítsük őket, hogy érvényesüljenek, hogy ők is, akiket alkalmaznak, tudják alkalmazni, legyen munkájuk. Ha ebben tudtunk segíteni, akkor tudtunk, és többnyire tudtunk. Vásároltunk földeket, még ezekben a nehéz időkben is, hogy ebből majd egy ipari parkot kialakítsunk, és ide majd befektetőket hozzunk. De ez annyira elnyúlott ez a folyamat, sok minden tényező volt az oka, hogy tavaly tudtuk átadni azt az ipari területet, amit kivontunk a műlési ágból, átminősítettünk ipari gazdasági övezetté, és hát az alapinfrastruktúráját kiépítettük egy több mint 800 milliós fejlesztésből. Úgyhogy innentől kezdve ipari terület az ipari terület, ide várjuk, és majd várják a következő vezetők is a befektetőket. Ma még dolgunk vele, mert a magas feszültségi áramot még ide kell hozni, sem lesz piskóta. Tehát ez a következő, hogy építkezünk, hogy a vállalkozásoknak, cégeknek megfelelő környezetet teremtsünk. Szerintem ebben is eredményesek voltunk. Rengeteget segítettünk kis vállalkozóknak, egyéni vállalkozóknak abban, hogy például pályázati forrásokat megtalálják. Segítettünk egyeseknek a megírásában is, segítettünk a menedzselésében, hogy végre tudják hajtani. És a másik a földrajzi helyzetünkből adódó előnyünk, és ez pedig a Tisza és a úgynevezett tiszalöki kenyérgyári holtág, hogy ennek a hasznosítása, hogy van egy horgászegyesületünk, hogy tudjon boldogulni, hogy fejleszteni tudjon, őket segítettük. Ma már olyan szinten előre haladott ez a történet, hogy a horgász egyesület abszolút megáll a saját maga lábán. Gyönyörű a környezet, nagyon szeretnek idejönni a horgászok. A másik pedig a holtág maga egy olyan növény- és állatvilágnak ad helyet, hogy ezt ki kellett emelni, és egy alapítvánnyal együttműködve tanösvény lett kialakítva, amit folyamatosan szépítgetünk, rengetegen járnak ide idegenből. És a legnagyobb attrakció természetesen a tiszalöki szabadvízű strand, ami bátran mondhatjuk, hogy a Tiszán a legjobb az országban, és erre az üzemeltetőnek erről van papírja is. Úgyhogy ez abszolút bejött, és nagyon szeretik ezt a területet. És a következő szakasz az volt, amikor 14-ben konszolidálták az önkormányzatokat, a kormány konszolidálta,
az egy majdnem, hogy megint egy reszetelés, nulla pont volt, és innen az újraindulás azokkal a kötelmekkel, hogy működésre nem vehetnek fel az önkormányzatok hitelt, legfeljebb kormányzati engedéllyel, kivétel azok az egy éven belüli folyószámla hitel keretek, amelyeket mindenki fenntart, gondolom, de hál' Istennek nekünk nem kellett hozzányúlni egyszer sem. Tehát kimondhatom, hogy az önkormányzatnak nincs hitelállománya. Az adóbevételek úgy alakultak, még annak ellenére is, hogy a gépjárműadót megvonták. Kicsit nekünk is hozzá kellett nyúlni, mert 8 vagy 12 éve a helyi adókhoz nem nyúltunk hozzá, egy picit megemeltük szükségszerűségből, de még a mértéke mindig azt gondolom, hogy korrekt. Hogy ezek azok, amelyek segítettek bennünket, hogy egy-egy pályázathoz, ha kellett, önerőt tudtunk képezni. Tehát ilyen döntéseket kellett meghozni, meghoztuk. És tovább gondolva, hogy ezt az intézményhálózatot akkor hogyan tudjuk fenntartható módon működtetni. És itt nagyon fontos, hogy a hazai és az Európai Uniós forrásokat megtalálva, megcélozva, jó pályázatokat benyújtva, koncentrálva, egyrészt a klímaváltozás, nagyon fontos, valójában őszintén nyilvánvaló, hogy én lehet, hogy másképp értelmezem itt ezt a zöld politikát, mint amit most az Európai Unióban a zöldek prezentálnak felénk, de mégis azt gondolom, hogy ez fontos terület. És gyakorlatilag minden egyes közintézményünkön napelemek vannak, és termelik az áramot. Két olyan nagy épületünk van, ahol hőszivattyús rendszer, két legnagyobb fogyasztónk hőszivattyús rendszerrel működik, gyakorlatilag a polgármesteri hivatal fűtése 0 forintba kerül, csak egy példát hozok, és minden más intézményünk is itt rengeteg pénzt takarékoskodik meg. Úgyhogy ezek a típusú fejlesztések mindenképpen prioritást élveztek, nem fogom felsorolni, tizen sokról beszélhetünk. Csak azért nem sorolom fel, mert most a legutóbbi ciklusban, a Top Plus-ban, amiről beszéltünk, 9 pályázatot nyújtottunk be, és abból 8 nyert, vagy megvalósult már, vagy megvalósulás alatt, vagy a közbeszerzés végén járunk, és egy pályázatunk van, egy népkonyha, ami tartaléklistán van, annak a sorsa még kérdéses. És hát továbbra is cél volt, hogy ezek a szolgáltatások, amelyeket több évtized alatt a mindenkori városvezetés itt létrehozott, kiharcolt, ezek megmaradjanak. Ez a csata úgymond most is zajlik, hiszen az egészségügyben történt változások újabb kihívásokat jelentettek nekünk, az ügyeleti rendszer átalakításától kezdve a szakorvosi ellátásig. De azért mi, amiben tudunk, itt helyben is szolgáltatunk. Tehát, hogy ezeket fenntartani és biztosítani hozzá az anyagiakat, a szakembereket, ez is egy feladat volt, hogy a helyi szürke állományt, ha lehet, akkor tartsuk itt. Nyilvánvaló, hogy egy agysebész nem tudunk itt tartani, viszont mérnököket, pénzügyi szakembereket, jó szakmunkásokat, azokat megpróbáltunk. Úgyhogy ezen elvek mentén működtünk, és igen, eljött a covidos időszak, nagyon nehéz időszak volt, de más feladatokat, más akadályokat gördített elénk, és ebben szervezettek voltunk, összefogtunk civilekkel, intézményekkel, a lakosság is nagyon sokat segített természetesen. Ezen túl lettünk, jött az energiaválság, a háború és ennek melléktünetei. Ez megint egy megpróbáltatás volt, tehát egy 6-7-szeres gázszámlát kapni, vagy egy 5-6-szoros áramszámlát kapni, az elég megrendítő, tehát azért ilyenek voltak, viszont szerencsénk volt többségében, mert a meglévő szerződéseink a szolgáltatókkal, azok pont túlélték ezt az időszakot, és amikor lejártak és megújítottuk, már nem kellett ezekkel a számokkal dolgoznunk. Nyilvánvaló, hogy minden drágább, de nem 5-6-szoros szózókkal kell számolnunk, és ezt a részét is túléltük, úgyhogy én azt kívánom a jövő városvezetésének, hogy ilyenekkel ne kellessen szembenéznie, és hát még azt is kívánom, hogy azok a elemi erők, amelyek itt-ott-ott lecsapnak Európában, vagy akár Magyarországon is, itt gondolok az árvizekre, elég grizes helyen vagyunk, hogyha ezt lehet mondani, bár az árvízidemi töltéseink azok biztonságosak, de az égi áldás az mindig nagy gond, úgyhogy
a fél óra alatt lezúduló mondjuk 80-100 mm csapadék azért gondot jelenthet. Erre is bizonyos szinten felkészültünk, legutóbb volt egy csapadékvízelvezetős projektünk, ami részben szolgálja ezeknek a károknak az elhárítását. Tehát ezeket az elemi csapásokat remélem megúszta a város, és felelősséggel fogja tudni tovább folytatni azt a munkát, ami eddig én szerintem eredményes volt. Október a látás hónapja. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség szervezésében immár 20 éve indult útjára a kezdeményezés, melynek célja, hogy kiemelt figyelmet fordíthasson az egyik legfontosabb érzékünkre, a látásra. Az elmúlt 20 év kihívásai nagyban változtak az okos eszközök megjelenésével. Vannak, akik már el sem tudják képzelni az életüket szemüveg nélkül. Olyannyira része a mindennapoknak, mint egy szeretett ruhadarab. A talán riasztó felismerés az, hogy egyre több gyermeknek egyre gyorsabban és nagyobb mértékben romlik a látása. Az október a látás hónapja az több mint két évtizedre tekint most már lassan vissza, és akkor még nem volt annyira súlyos probléma az okos eszközök használata, mint manapság, de a látás hónapját a szakmai szervezetek azért hozták létre, hogy minden évben legyen egy fix alkalom, amikor felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy törődjön a látása egészségével, meg a szeme egészségének az állapotát valamilyen módon lehetőség szerint tudja kontrolláltatni, tehát el tudjanak jutni kontrollvizsgálatokra. Miért fontos ez? Alapvetően két oka van. Az egyik az, hogy a látásromlás az nem azonnal jelentkezik, hanem fokozatosan, lassan, hosszú idő alatt alakul ki, és nagyon-nagyon sokan vagyunk olyanok, vagy vannak olyanok, akik nem is tudják, hogy az adott pillanatban a lehetségesnél mennyivel rosszabbul látnak. Tehát ezeket egy látásvizsgálat keretében meg lehet nézni. A gyerekek esetében mi az, amivel még nagyobb felelősségünk van nekünk, szülőknek? Alapvetően a mai civilizált világunkban egy újfajta problémával szembesülünk, az pedig az, hogy mi 2020-ban, vagy 2000-es évek legelején elnézést, még a miópiás gyerekeknek az aránya ilyen 20% környékén volt, tehát minden ötödik gyerek volt rövidlátó. Úgy 2024-re ez az arány már 34%-ra ugrott fel, tehát most már minden harmadik gyerek lett rövidlátó, és ez a tendencia folytatódni fog, már pedig úgy néz ki, hogy folytatódni fog, akkor 2050-re 52%-os lesz a rövidlátó gyerekek aránya itt a mi térségünkben, tehát Közép-Európában, ami azt jelenti, hogy minden második gyerek rövidlátó lesz. Ennek többféle oka van. Alapvetően vannak genetikai okai is, az, hogy valakiből rövidlátó lesz, viszont nagyon sokban most már a környezeti problémákat soroljuk ide, és egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy a gyermekeink nagyon sok időt töltenek okos eszközök használatával, közelre használják a szemüket, és nem használják megfelelő időben távolra, tehát kevés időt töltenek kint például a szabadban, nem ott játszanak, hanem inkább az okoskütyükkel. Ezáltal az arra hajlamosabbaknál megindul ez a miópiának a kialakulása is, és ez egyre erősebb dioptriákat eredményez. De alapvetően általában akkor derül ki a legtöbb gyereknél, kisiskoláskorban kezdődik ez a probléma, ilyen 7-8 éves korban szokott elindulni ez a miópiás vagy rövidlátás probléma, és onnan derül ki, hogy az iskolában a gyerek a hátsó padban ülve nem látja, hogy mi van a táblán. És akkor szólna, vagy hibásan írja le a tanulnivalót, vagy lerömlik a tanulmányi eredménye azért, mert nem lát megfelelően távolra élesen. És akkor ilyenkor szoktak első körben a szülők felkeresni a szemészeket, vagy az optikákat, hogy nézzük meg, hogy mi ennek a háttérében, hogy nem lát megfelelően a gyermek. Az esetek többségében ez amúgy a rövidlátás problémája miatt van. És innentől indul, és innentől kezdve folyamatosan kontrollálni kell, mert ez az általában az élete végéig elkíséri az illetőt. Ami még megütötte a fülemet, amikor azt mondjuk, hogy a gyermekek. Na de itt milyen korú gyermekekre gondolunk, amikor például az okos eszközökről beszélünk, vagy annak használatáról és annak gyakoriságáról? Hát sajnos már egészen kisgyerekkortól okos eszközök vannak, mert a mesét is most már tableteken, meg iPad-eken nézik a gyereket, vagy a telefonon. Tehát sajnos ahhoz szocializálódnak, hogy mindent közelre használnak, és kevésbé az van, hogy mondjuk felolvasunk a gyereknek egy mesét, hanem inkább oda tesszük elő, hogy nézze végig. Ezért több problémát is okozunk. Mi a szemészeti részét látjuk,
hogy nagyon sok a látás problémával küzdő gyerek, akinek utána a későbbiek folyamán ez problémát fog okozni, mert vagy szemüveget kell viselnie, vagy kontaktlencsét kell viselnie, mert nem lesz megfelelően jó a látás élessége. A Látás Hónapja kampány igyekszik népszerűsíteni a prevenciót, hiszen a megelőzés a legjobb gyógymód. Bakó Mária szemész főorvos elmondta, hogy a társadalom sajnos még mindig nem elég tudatos ebben. Amikor már hozzánk kerülnek a rendelőbe a betegek, ott már nagyon sokszor előre haladott állapotban tapasztaljuk a betegséget, sokkal jobb lenne ugye a prevenció. Ez szerintem nem kap elég hangsúlyt, pedig gyakorlatilag újszülött kortól idősödőkorig kellene a megelőzéssel foglalkozni. Már gyerekkorban meg kellene jelennie azoknak a gyerekeknek a személyzeten, akiknek a családjukban kifejezetten magas fénytörési hibával rendelkező szülő, vagy esetleg nagyszülő fordul elő. Tehát ezeket a gyerekeket már idejében meg kellene vizsgálni, és szükség esetén ugye korrigálni a fénytörési hibájukat. Illetve nem csak a magas dioptria, hanem a tompalátás is egy nagyon nagy rizikó tényező, amelyet idejében ki kellene szűrni, hogy ne alakuljon ki tompalátás, mert ez a nem kezelt, nem megfelelően kezelt és javított tompalátás az egész életét befolyásolja a gyereknek, pályaválasztást, gépjárművezetői alkalmasságot, ezért ez nagyon fontos. Hát iskolában végül is szerintem megvan egy védőnői hálózat, amely remélem elég jól is működik. Szoktunk gyerekeket, hát illetve küldenek ezek a védőnök hozzánk gyerekeket, és valóban nagyon sokszor emögött valós fénytörési hiba mutatkozik, és a gyermekrendelő gondozásba veszi ezen betegeket. A szakember elmondta azt is, hogy nagyon sok olyan más betegség is van, amely veszélyeztetheti a látásunkat, például a szív-érrendszeri betegségek vagy a cukorbetegség. Olyan egyéb kórképek is előfordulhatnak, amelyek szemtüneteket okoznak. Vannak ilyen betegségek, amelyek szemtünettel kezdődnek. Nagyon sokszor egy gyulladásos, egy szempirosodás mögött is, nem csak egy ártalmatlan szempirosodás, egy száraz szeműség húzódik meg, hanem esetleg egy szivárványhártya gyulladás, amely azért másodlagos betegség, és keresnünk kell az okát, az alapbetegséget. Emögött hát elég gyakran húzódhat meg komoly belgyógyászati vagy neurológiai megbetegedés, vagy akár pulmonológiai megbetegedés. Mindenki halogat, gyarlók vagyunk, halogatunk, pedig ez lenne a célunk, hogy tényleg megjelenjünk a szülővizsgálaton. És hát szerintem a különböző kifogásokat keressük, pedig el kellene menni. Lehet, hogy legtöbbször csak egy ártalmatlan öregszeműség áll a probléma mögött, és akkor részben meg is nyugszik az illető, részben kap egy jó közeli szemüveget, és ugyanúgy el tudja látni a munkáját, de lehet-e mögött komolyabb probléma is, akár zöld hályog is, akár egy 41 néhány 50 éves korban kezdődő makula degeneráció, vagy később. Tehát azért meg kell vizsgálni. Meg kell vizsgálni a beteget, hogy ez egy ártalmatlan, mondjuk egy csak száraz szeműség, úgymond, és belül a szembelsejével igazán nincs semmi probléma. Beszéltünk arról, amikor érkezett, hogy szakrendelés is 50 beteg. Mit lehet látni, hogy ez a közel 50 beteg jobbára milyen problémával küzd? Van, lehet azt mondani, hogy túlnyomő többségben ilyen vagy olyan problémával érkeznek? Igen, 51 néhány volt előjegyezve, és ebből 40 beteg azért valóban megjelent. Voltak közöttük olyanok, akik gyakorlatilag már az optikában ellátásra kerültek volna, és nem kellett volna a szakrendelőben megjelenni. Ez mondjuk egy fölösleges terhelés a szakrendelőnek. Jó lenne, ha az optikák, optometristák már egy szűrésen átment betegszámot engednének hozzánk a rendelőbe, de én úgy látom, Magyarországon ennek még nincs meg a gyakorlata, sajnos. És ez a sok-sok beteg leterhel, rendkívül leterhel bennünket, mert ugye megvan egy olyan követelmény, hogy ellássuk a betegek nagy számát, de ugyanakkor meg szakmailag is eleget kell tenni a ellátásnak. A mai betegeknek a további nagy része igenis indokolt volt. Indokolt volt, mert részben szürkehályog műtétek után záróvizsgálat, cukorbetegség, makuladegeneráció, tehát ezek voltak, és ezek rendkívül vizsgálatigényes, műszerigényes ellátást igényelnek ezek a betegek. Az elmúlt 20 évet nézzük,
Mennyire változott meg ezeknek a vizsgálatoknak a gördülékenysége, maga a technika és az infrastruktúra mennyit fejlődött ebben? Én azt mondom, hogy Nyíregyházán rendkívül szerencsések vagyunk. A külsőségeket nézve a rendelőnek a kubatúrája, nem, hát az problémás. Az problémás, leépült, lelakott rendelőben dolgozunk, de azt mondom, hogy a műszereink rendkívül modernek. És ez változott. Ez változott, és gyakorlatilag ugyanannyi beteg számot kellene ellátnunk, mint ezelőtt 20 évvel, de sokkal nagyobb a szakmai elvárás és kihívás. Szemünk egészségéért sokat tehetünk a mindennapokban is. Ez esetben is fontos az egészséges táplálkozás és a munkahelyi ártalmak, például a monitoros munkavégzés miatti szemfáradtság elkerülése. Kedves nézőink, ma ennyi fért 35 perc című műsorunkba. Legközelebb szerdán találkozhatnak ugyanezzel a műsorral. Akkor a mellrák elleni küzdelem hónapja alkalmából hívtunk onkológus és radiológus szakembereket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!